Miután Bálint a professzor négy évvel ezelőtt azt mondta, hogy tegyük mi nagyja a magyar fizioterápiát. Korszerű lehetőségek a fizioterápiában címmel tartotta konferenciát a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Hévízi Rehabilitációs Intézetében. Mint az intézet vezető elmondta, az évek óta megszervezett programa visszajelzések alapján hasznos a résztvevő szakembereknek. Sokan évről évre visszatérnek. A tapasztalat cserén túl pedig jó közösségépítő szerepe is van ezeknek a konferenciáknak. Ezt a konferenciát a Honvéd Kórház reumatológiai és fizioterápiás szakrendelése szervezi, Sandra Sándor professzor úr rendelésvezető főorvos úrnak a vezetésével kerül megrendezésre. Imáron hatodik alkalommal adunk otthont neki, és ez nagy megtiszteltetés intézményünk számára. Mint professzor, dr. Sandra Sándor főszervező elmondta, különösen nagy öröm számára Hévizen, Európa egyik legjelentősebb gyógyturisztikai központjában megszervezni a konferenciát. Hozzátette, a magyar fizioterápia alapjait az 1920-as években a budapesti Honvéd kórházban tették le, ők pedig kötelességüknek érzik ezt az ágazatot továbbfejleszteni. Erre hivatott ez a konferencia is. Mindig igyekszünk a novumot, az újdonságokat bemutatni. Jelenleg bevezettünk egy olyan új. Etápot, hogy villámgyors előadásokban, 5 percben ritka, úgymond gyógyíthatatlannak tűnő betegséget milyen sikerrel kezeltünk. Gyakorlatilag a profilom nagy jelentős része részt vesz ebben. Jelenleg például Ginny Prof, aki egy európai elismert érsebész, ő is előad. A kétnapos konferencián közel 200 fő orvosok, asszisztensek, gyógytornászok vettek részt az egész országból, de sokan érkeztek határainkon túlról is. A szakemberek előadásokat hallgathattak meg, majd feltehették kérdéseiket, és konzultálhattak is kollégáikkal.